Üdvözlöm Önöket! A szubjektív mai vendége Szajko Ferenc mesterszakács, a kanizsai gyógyfürdő volt séfje, és a török kanizsai vendéglátóipari szakközépiskola tanára. Itt vagyunk egy mesterszakács konyhájában, jó napot kívánok, és ez mégsem teljesen igaz, hiszen Ön csak bérli ezt a házat. Igen, a házat csak bérlem, tehát ez nem az én konyhám, az én konyhám most az iskolában van berendezve, teljesen berendezve a tankonyhában. nagyon sok munkagépen minden ott van elhelyezve, amivel tudom továbbadni a gyerekeknek a saját tudásomat. És egy mester szakács főz rendszeresen, vagy mennyire sűrűn fogja meg itthon a fakadalat? Rendszeresen főzök. Mivel egy maga tehát enni is kell. Úgyhogy mindig valamit készítek folyamatosan igaz, legtöbbször gyors ételeket, ami, ami tudok 25-30 perc alatt megfőzni, de néha, néha ebédre vasárnaponként egy teljes komplet menüt készítek, édességgel és salátával főítelre teljesen összefüggel. Az igaz, hogy ezt a házat és ezt a konyhát csak bérli, de azért nyilván becsempészett olyan dolgokat, ami egy szakács konyhájában mindenképp elő kell forduljon. Például, ha töltött káposztát készít, akkor ezt mi bekészíti? A töltött káposzta készítése van egy különleges agyagedényem, amit nyertem, mint külön díj, Röszkén, mikor a töltött káposzta főzőverseny. Abban már sok, sok, sokszor készítettem töltött káposztát, gyóve, gyóvecsot és ilyen édes káposztát hússal. És ezt le is vehetjük, ugye? igen. igen. Tehát ez lenne az edény névelővel. Ez az edény, és belülről mázos, könnyű tisztán tartani, és olyan 6-tól 8 személyre tudok benne ételt készíteni. És minek kell még megfeleljen egy, egy ilyen cseré, gyakorlatilag bármilyen cserépedénybe egész más ízt kap egy ö, töltött káposzta? Egész más íz, a töltött káposzta, és a cserépedényben, zárt, edé, zárt van, és ö, az össz levek és az össz ízekben maradnak, úgyhogy egy teljesen új ízharmóniát tudunk kapni így ezáltal. Fűszerileg mennyire gazdag a konyhája, tehát mennyi fűszert használ, milyen fűszer arzenálja van itthon? Nagyon sok fajta fűszert, használ, fűszert használok. Fűszer szárított, fűszer növényeket, meg egyszerű szárított fűszereket. Meg tudom mutatni, ha kihozom a fiókot, itt vannak elhelyezve az én fűszereim. Ezeket folyamatosan használom, több ízben a szerecsendiótól kezdve, köménymaktól, tárkonytól, tehát mindenfajta hasonló fűszerem van a Krozmaringú, tehát ezeket mind használom itt. Én. Ez például, és most nem mutatok márka nevet, ez nem csalás egy szakács konyhájával? Nem, nem csalás. Egy kis eh, idegen ízt is kell beletenni, nem csalás. Gyors eh, ételekhez nagyon egyszerű és nagyon jó az elkészítés, tehát ezekkel is eh, lehet jó, jó ízű ételeket készíteni. Egy kis íz hozzáadásával, egy kis fűszer hozzáadásával nagyon jó minőségű ételt lehet készíteni. Szajko Ferenc ugye volt magánvállalkozó, és számos főzőverseny tagja is, és nem csak zsűritagként, hanem versenyzőként is megmérettette magát, például az országos pörkölt főzőversenynek az aranyérmese, illetve halászlé főzőversenyen is győztes. Ilyenkor mekkora könnyebbség az, hogy mivel már egyébként zsűritag, pontosan tudja, hogy mit kell nézni, vagy hogy mit néz a zsűri, amikor elkészül egy étel, tehát hogy, hogy ez könny Gyepség. Sokkal könnyebb ez azért, mert nagyon, nagyon sok tapasztalat van az ember háttal mögött. Zsűrizésben tudjuk, hogy mégis mi az, az, a fontos, milyen szempontokat néz a zsűri, és akkor már egy versenyzőnek sokkal egyszerűbb, ha mint versenyző felép, hogy úgy készíts az ételt, hogy egy, egy a zsűrinek megfeleljen az ízre is, állagra is, kinézete is teljesen minden. Egyébként a, a szakácsoknak, a mesterszakácsoknak is megvan az a terepe, ahol a legotthonosabban mozog például pörkölt, vagy halászlét, tehát hogy, hogy megvannak azok az ételek, amelyeket Tuti biztosan jól készít el? Igen, megvannak, eh, nagyon, tehát a szakácsok azok külön, külön csoportban eh, vannak, mindenki valamilyen specializált, mindenkinek van valamilyen saját eh, egy, egyé, egyéni körzete van, ahol érvényesül, eh, tehát én nekem a hideg és a bográcsosok, ez a kettőben tudok kérvényesülni. Ez azt jelenti, hogy a magyaros ételek kedvelője magánemberként is? Igen, magánemberként, nagyon szeretem magyar ételeket, de sajnos a magyar ételek a legnehezebbek, a legegészségtelenebbek, de a kinézetre is látszik a rólam, és azt szeretem, az igazi bográcsos jó ételeket, a régi magyar ízeket, a hagyományos ételeket, és nem pedig ezt az új, modern változatban, mert ezek nem adják ki azt az azt a kinézetet és azt a, az élettani eh, viszonyokat, hogy eh, jó érzékszünk, jó tudjunk élni. Tehát csak szemre szép, de az ételem. Tehát én hagy, híve vagyok a régi, hagyományos ételeknek. Tehát az innovatív parasztkonyha, mint olyan, nem létezik, tehát hogy így felcseréli a zsírt valami egészségesebbre, vagy füstölcalonnát másra. Nem létezik. Innovatív parasztkonyha nem létezik. Az a régi hagyományos ételek készítése régi receptek szerint igen, az úgy van, ami már innovatív, ami már az új keleti, ez ez már egy egész más ízvilág, tehát nem is hasonlít arra a régi ízvilágra. És az, az például a szakmával jár, hogy a legtöbb szakács ilyen tekintélyes pocakot növesz? Hát igen, sajnos a szakmával jár Folyamatosan az étel előttünk van. Észre se veszünk, egy-egy falatot itt nem elveszünk, onnan megízlelünk, nagyon sokszor többfajta étel készítünk, és mindig egy-egy falat a Végül egész nap valamit eszünk, a és Egy szakács, tehát soha nem ül le ebédelni, soha nem ül le vacsorázni a munkahelyet. Egyszerűen útközben, menet közben bekap mindig egy pár falatot, és ez is a baj, hogy folyamatosan eszünk. És akkor ez a tehát a gyomorot megterheli, folyamatosan dolgozik a gyomor, nem, és vége felé már keveset mozgunk, több, 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 többet inkább irányítunk, és akkor itt terebe isedünk. Ugye a Kanizsai Gyógyfürdőben séfként dolgozott, de volt magánvállalkozó, jól tudom, vasúti büfét üzemeltetett? Igen, üzemeltettem vasúti büfét. Úgy, ez hogy... hogy... fér bele egy, egy szakácsnak a, a karrier történetébe? Majd ez egy érdekes történet. Különben én 8 évet dolgoztam a szerbiai vasutakon, mint szakács. Sokat dolgoztam a vonaton, úgy, hogy Belgrád be is vonaton készítettem az ételeket, utána még a szerbiai nyaralókba tehát végül nem is szerbe, a régi jugoszláv nyaralókba, nagyon sokat dolgoztam. És utána, mikor elkerültem vissza a Magyar Kanizsára, akkor gyógyfürdőbe kezdtem dolgozni. Itt tíz év, tíz év, után fölmondtam, egyszerűen nem éreztem magamat jó, az új vezetőséggel nem éreztem magamat jó, és akkor én fölmondtam. Akkor van egy 22 éves fiam, és kinyitottam egy büfét nyáron, nyári időszakra, hogy bejáródjon, hogy hétvégén készítettem ételeket ott. És a, sajnos a fiam azt nem, nem akarta folytatni, nem szerette, akkor én e, ősztől már e, elkezdtem teljes munkaidővel az iskolából dolgozni. Akkor becsuktam. Tehát én nagyon rövid ideig voltam így magánszektorban, de 90-91-92-ben -90, a régi aranyal éterbe tartottam két évig. Fia is szakács? nem, fiam nem szakács, ő, ő áll a iskolát fejezett be, de mostan kint dolgozik környékén és étteremben dolgozik, úgy látszik, ő is szakács lesz. És azt mondta, hogy maga is nagyon sokat utazott, és pontosan ezért a szakácsoknak nem könnyű a magánéletet összeegyeztetni a szakmával, hiszen nagyon sok helyre hívják, jutnak el, stb. Melyek voltak azok a legemblematikusabb helyek? Hát Norvégiában dolgoztam, Németországban, Köln környékén, Jemenben voltam négy évet, ledolgoztam, és a vasutakon legtöbbet voltam két évig, mellettem még Balaton környékén is idény munkára, úgyhogy folyamatosan, folyamatosan úton mondjuk a 25 évű 15-öt távol voltam az otthonomtól. De ilyenkor például nyilván meg kell tanulni az, otthani, az ottani konyhára jellemző ételek elkészítését. Hát nyilván Norvégiában teljesen máshogy főznek, mint Jemenben. Tehát ugye ehhez utána kell tanulni, vagy menet közben tanulta meg? Menet közben tanulom meg az összeset. Előre informálódok, átnézem a, a konyhájukat, tehát mégis milyen alapanyagokkal mivel dolgoznak, de ott az összételek csak menet közben tudom elsajátítani. Sokszor van segítségem ott lévő szakácsok közül, vagy ha egyszerűen nem, akkor magam próbálom kialakítani úgy egy ízt, ami mondjuk egy orientális íz, de lehet, hogy egy kis hazai fűszer keverékkel összekeverve. Tényleg becsempészett valami jó kis pörköltszerű magyaros ételt például Norvégiába? Norvégiában van, Norvégiában lehet. Mondjuk Norvégiában, még azóta szerencsém dolgoztam egy magyar étterembe is, ahol kizárólag üzleti emberek, emberek, jártak be, tehát előre megrendelt ételt, az, ételeket, az ételek befejezését szerbél készítettük, és minden szakásnak volt négy asztala, amelyiket ő látta el étel a vendégeket. Tehát egy egész más fajta a felszolgálás, mi ahogy nevezik vendéglátás, ez a francia felszolgálás második módja, hogy kint fejezzük be az ételt a vendég előtt, és mit a vendégeknek. Ezek szerint akkor ott azokon a helyeken nem is dolgoznak maguk alá kukták? De dolgoznak kukták az előkészítésbe, ott vannak segítenek, és csak az étel végét a főszakás megy kis, az, az, fejezi be, és az tálalja a vendégnek. Gyakorlatilag ez egy rituál. Ez egy egész rituál. Ma, amikor felsorakoztok is, négyen, öten vagy hatan is kijöttünk, és vittük ki az ételeket a vendégek elé. Tehát, ha valami érdekeset készítettünk, valami látványosat, akkor folyamatosan többen jöttünk ki, és akkor fel, bemutattuk az ételeket, vendégek utána választottak, és azokból az ételekből készítettük nekik el. És aztán a vendégek véleményezték az alkotásokat? Igen, véleményezték az alkotásokat, nagyon, tehát nagyon sokszor ez pénzbeleg is kijött, szép borravalókat kaptunk a vendégek, meg, meg voltak elégedve legtöbbször, jó, négy-két hiva ha becsúszik, de legtöbbször meg voltak elégedve a vendégek, is újra hívtak is. Hát Jement például alig élte túl, majdnem ráment a feje, úgy tudom. Hát igen, Jemenben volt egy érdekes sztori, nem is egy több érdekes sztori, mivel Jemenben sert és húst nem szabad fogyasztani. És nagyon sok hazai munkás, aki jött ki, valamiféleképpen ki tudta csempészteni a sertéshúst. Összeszedtük, konyhába készítettünk egy nap egy gazdag ételt szalonnával, ilyen babgúgyás szerűséget, sok szalonna kolbászal benne még szerencse, hogy valami mondta, hogy nagyon apróra vágjam föl, meg jól pirítsa meg az egészet, és mikor elkészült az étel, egyszer csak beruhan egy katonaság, katonaság bejött, négy-öt nagy autóval, ilyen a terepjáróval, leültek és kértek enni. Mivel én már elég jól beszéltem az arab nyelvet, megkérdezték, hogy van-e disznóhúsa itten. Mondtam, hogy nincs. Ha azt mondom, van, automatikusan mindjárt le is lőnek. Most mondtam, hogy nincs, nyugodtan nehetnek föltállaltam az ételt nekük, ettek, utána megtejáztak és eltűntek. Ha véletlenül valaki észrevette volna, hogy szalonnát teszik, vagy mint, hát én ott maradt volna a fejem abban a pillanatban, onnan többet nem kerültem volna ki, de szerencsém volt, nem vették észre, továbbmentek. Utána egy fél óra hosszáig ültem, és csak remektem, mert annyira ideges, meg annyira megijedtem, annyira megijedtem, hogy na most vége, van, de szerencsére meghod. Egyébként be gondolom a fűszerezés is teljesen más azon túl, hogy disznóságokat nem esznek. Igen, ott nagyon vannak az orientális fűszerek. Fűszernövények és a fűszerek, tehát ami nagyon szokatlan ízek, erős, csípős és túl aromás ízek vannak. Főtételeket készítenek legtöbbször, leveseket sűrített változatban, mert nem használnak egyáltalán evőeszközt, csak poharat, pohárba iszák. a házi gazda megterít lent a földön, gazdag saláta, nagyon gazdag az ételek, különböző joghurt alapú mártások vannak, különböző ízesítésűek, és azt a darab húst vagy főt, vagy volt, kézzel szakítja tör, és minden vendégnek adja oda a kezébe. Gyakorlatilag kézzel lesznek. Kézzel innen. lesznek, és akkor vannak ilyen lepényszerűségei kenyerek, amit csapatinak mondok, és azokkal, azokkal olyan három úgyal összefogják, és úgy tudják azt, úgy, úgy eszik meg az ételeket. Hány évet volt kint? Négy évet voltam kint. S négy év alatt gyakorlatilag ön is ebből a konyhából fogyasztott? Ebből a, tehát négy, év, négy, évig készítettem az ételeket, egy kicsikét más módon, de ugyanezt az ételeket, mivel itt török, német, olasz vendégmunkások voltak kint, akiknek készítettük az ételeket, így ő, ő, ő már meg volt terítve rendesen évő eszköze meg egy kulturális körémé közt dolgoztunk. Egy o, tábori konyha volt, igaz, de nagyon sok étteremben nem volt olyan konyha, mint az a tábori konyha, ami ott volt. Gyönyörűen felszerelt, minden a legmoderabb felszerelésünk volt, és nagyon könnyű volt dolgozni ottan. Ez volt a leg, legszebb, vagy a, a legélvezetesebb hely, ahol dolgozottként, vagy, vagy azért vannak egyéb kedvencek? Nem ez nekem, ez volt az a legérdekesebb helyem. E, mindig, mikor utaztunk ki, a két repülők köz Kajróban mindig le kellett szállni, és volt 18 óra hossza, a legtöbbször kimentem a pirom, sokat megnéztem, át, elmentem, sétálgattam. Ott is megismerkedtem az arab kultúrába, a régi városok, a, a, az élővárosok, ami vannak a Séba élőváros, az két, több mint 2000 éves élőváros, az ugyanaz a régi módon. Az, tehát annyi mindent láttam, annyi mindent megismertem, az ő kultúráikat, úgyhogy nekem ez volt a legélvezetesebb. És egy ilyen múlt után, hogy körbeért ennyi országot és ennyi évet tényleg mindenféle emberek közt megfordult, aztán mennyire könnyű ilyenkor visszajönni kanizsára, vagy török kanizsára mondjuk az iskolába, vagy akár kanizsára a gyógyfürdőbe? Hát, nehéz visszaállni, az biztos, hogy nehéz visszaállni, de másrészt még könnyű, mert nagyon nagy tapasztalat van az ember hátam mögött. Tehát sok mindenben, az ételkészítéstől kezdve, a fűzze, fűszerezéstől kedve, a tálalástól, tehát nagyon-nagyon sok, minden országban más-más feltételek vannak, és amikor eljövünk ide, egészen másképp készítsük el azt az ételeket is. Tudunk valamit mutatni, tudunk valami újat produkálni, és a vendégnek, akkor meglássa, hogy egy hagyományos ételt, kicsi picikét alapja más van elkészítve, hogy finom, jó is néz ki, akkor biztosan, hogy Sokszor megfordul majd abban az ételben, és visszajáró vendég lesz. Egyébként az hogy működik, ugye a szakács ez többnyire benn van a konyhán, kivéve ugye, ha látványkonyha van, Igen. és a vendég előtt készíti el az étel ö, utolsó fázisát, de ez a ritkábbik. Többszöri alkalommal ben van a konyhán. Ilyenkor hogyan jelez vissza a vendég? Tehát a vendég a pincérrel van kapcsolatban. A, ha a vendég megvan elégedve, mindig kihívja ki a szakácsot. Ha olyan ö, társaság van, a nagyobb társaságban akkor mindig a konyhafőnök vagy a sép az kimegy a vendégi közé, megkérdezi, hogy meg vannak elégedve az étellel, a minőséggel, a mennyiséggel, és utána tehát, kérdez tőlük, hogy tudnának-e, szeretnék e ezen változtatni valamit. Tehát, megpróbálunk egy kicsit közelebb jutni a vendéghez, és akkor néha adnak ők is egy-két érdekes információt vissza, hogy nekik mi volna a jó, ha más ki de legtöbbször meg vannak elégedve, és amikor az ember kimegy, akkor ők is magasztalva érzik magukat, hogy a sép kijött, és megbecsült őket, hogy, és megkérdezte tőlük, hogy az étel milyen volt, és hogy fogyasztották. El. Itt török Kanizsán ugye a szakács képző, tehát a vendéglátóipari középiskolában szakácsokat képez, Miket adál, át, milyen tudást ad át, azon túl, hogy természetesen a szakma fortéjaira és alapjaira meg kell őket tanítani, de mi az a plusz, amit még meg tud tanítani ezeknek a gyerekeknek? Tehát az a plusz, hogy mi meg tudunk tanítani a gyerekeknek a tanároktól eltérve, hogy mi minden kérdésre tudunk választ adni. Sok eh, ét, eh, helyen megfordultunk. A gyerekeknek egy apróság, apró dolgokat be tudunk mutatni egy elkészítésnél, Mondjuk, ha le van írva egy recept, hogy kell elkészíteni, annak a receptnek van egy rövidített, könnyebb változata mindig. Mi azt a változatot bemutatjuk nekik, és ugyanaz a minőség, ugy, 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 ugyanolyan étel kap, csak egyszerűbb és könnyebb változattal. Tehát tudunk nagyon sokat, egy, egy tálalásnál, hogy, hogy, hogy tálalják fel az ételt, Tud, besegítünk nekik nagyon sokat. Tehát az első lépéstől kezdve egészen a végig, még ki nem megy a vendégig az étel, addig nagyon-nagyon sokat tud nekünk segíteni ebből szempontból. És hogyha befejezik ezt a szakközépiskolát, akkor van olyan tudásuk ezeknek a gyerekeknek, hogy akár külföldre is kimehetnének? Alaptudásuk van. Csak egy alaptudást tudnak elgyakorolni. Gyakorlatilag az igazi tudás, ha jól értem, az már egy séf mellett kezdődik a, egy, egy, bizonyos egy, igen, egy hosszabb ide, tehát minimum négy-öt éves gyakorlat, valaki mellett, aki már dolgozik régóta, ottan elsajátítsák még azokat a fortélyokat, amelyekkel kellenek ehhez, amit megtanultak és úgy a, ők is saját munknak kialakítanak egy uh, image-t és ők utána ők megpróbálják azot, azokat az ételeket egy picit sajátosan elkészíteni. Itt az asztalon, amit látunk, ez egy, ez egy szakács sapka Igen, gyakorlatilag, Igen. de nem az a hatalmas uh, méretű, mint amit általában a séfek Igen. viselnek. Ezt mindig érdekelt egyébként, hogy miért kell annak olyan nagyon nagyon magasítottnak lenni. Azok a, azok a séf sapkák, azok mind uh, utóbbi 15-20 évben papírból készülnek. Tehát keményített papírból, és van annak egy dísze, hogy az a szakács, akkor kimegy a vendég elé, főteszi a sépsafikát, akkor tudják, hogy ő a vezető, tudja, hogy ő készíti ez a ételeket. Tehát ez, egy ékel, meg egy dísze a szakásnak az a sapka. Egyébként pedig egy ilyen kisebb jellegű szakács, sapka gyakorlatilag védi azt, hogy ne hogy hajk kerüljön az ételbe, gondolom védőfunkciót lát el. Csak, a védőfunkciót, az izzadságot összeszedi a fej, fejkő, meg a haj, hogy ne húgyjon bele. Tehát ez, ez, a legfontosabb a, a sapkákban. De ezt, ezt, ezt lehet, tudjuk többféleképpen alakítani és a fejen, van, aki laposan, van, aki kicsit kihúzza, van, aki oldalra, tehát egyszerűen... Lehet abat. divatozni. Lehet, lehet. Ez a hővel jár, hogy divatozunk is néha. És De... amit fel van akasztva, Igen. ez az egyenruha, igen. Ezt egyébként kötelező a séfeknek hordani? Kötelező. egy Az egyenruhát hordani, tehát teljesen kötelező. Rajta van egy címer, ha valamelyik szakárszövetsége benne van, vagy iskolában benne van, akkor rajta kell legyen a címerje, meg rajta legyen kell a zászló, amelyik országokban dolgozik. Tehát rajta van nekünk is a Szerbia és a Magyar Zászló van rajta. Ez, ez a kötelező. Most, ha dolgozok például egy valamelyik másik cégnek, szeretnék dolgozni ételbemutatókat, amit szoktam is többször csinálni, akkor... Arra a ruhára rávaratom, vagy rá, rá, rányom, rányomatom annak a cég, cégnek a címerét, és akkor az is rajta van ott. És egyébként, Ferenc, amikor vasárnaponként megfőzi a vasárnapi ünnepélvédet, akkor a sárga leves és a rántott hús az kötelező menü, vagy ezért beújít? Nem kötelező. A sárga leves az kötelező, tehát bármilyen húsból el lehet készíteni. Legjobb a gyöngyösből vagy a igazi de ugyanúgy meg lehet és marhausból is készíteni. Nagyon-nagyon finom leveseket, ami gyönyörű, szép, sárga, átlátszó. Különböző leves tésztákat, adalékokat teszünk, teszünk bele, úgyhogy amivel gazdagítjuk azt a leveseket. Az ételek, meg én már régóta rántott húst nem nagyon készítek, tehát saját magam részére. Folyam folyamatosan csirke, pulyka és hal ételeket készítek nekem a Most valahogy a, úgy érzem, hogy ezt a, ez az én ízvilágom az utóbbi időben, hal, pulykai és csirke. És ennyi év tapasztalat után egy főszakács, egy mesterszakács mit élvez jobban, ha egy másik kolléga tálal neki, és ehet anélkül, hogy előtte a konyhába robotolt volna, vagy még mindig azt élvez jobban, ha önkészít másnak? Hát általában mi, ha mi készítjük, az az, az, az egy, valamit ki, elkészítünk és kiviszünk a vendég elé, és a vendég megvan van az egy legnagyobb dicsőség. Tehát ha maga, nekem is kihoznak, akkor az a baj, hogy mindjárt, tehát ez egy szakmai ártalom, hogy a hibát keresik az ételbe. Tehát ezt hogy én hogy csináltam, hogy készítettem, mi van. Tehát nem úgy tudjuk élvezni azt az ételt. Ha saját magam elkészítem, egész más. Néha te egy rituálit csinálnak idehaza, egy magam vagyok, de egész rituálit csinálnak magamnak, megterítek virágot, díszel, mindent, és egy, leülök és egy magam eszek, és jó esik. Elborozgatok utána is. Akkor élvezem igazán, ha én magam készítettem az ételt. Köszönöm szépen. Szívesen.